Majte Peróni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Orosz István, Círiák Csilla, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Rátonyi Hajni, Zöld Csaba, Madarász Éva, Herman Lilla, Halász Aranka, Seres Dániel, Talmács Márta, Kerekes Andrea, Renát Zoltán, Kelemen Kata. Árva angyal. Engedjenek ide! Semmi baj, édesem! Jól van, semmi baj! Semmi baj, semmi baj! Jól van! Kérem, hagyjuk el mennie! Itt maradok! A lányom van oda bent! Értem, akkor is ki kell mennie! És magadhoz tértél. Ez a hang. Ez a hang. Juan Miguel. Juan Miguel, te vagy az. Juan Miguel már átlátott a szitán, és hamar megtudja mindenki. Ezek szerint nem kínoszhatom tovább azt a nyamvat Marichuit. Jaj, ki fognak rúgni az állásomból? Nem vigyáztatok a vaksi lányra. Lehet, hogy Juan Miguel, mert szeretne bocsánatot kérni. Juan Miguel? Igen, igen, Juan Miguel beszél. Csak épp az ördögi változat. Amador, most nincs időm az ostobaságaidra. Nyúj, úgy látom, itt valaki bal lábbal kelt. Figyelj, beszédem van már. De nekem veled nincs. Juan Miguel ezerszer is elzavarhat. Ezerszer is visszamegyek. Hinni fog nekem. A hangod. Te vagy a Juan Miguel. Tudom. Pontosan tudom. Te vagy az. Te vagy az. No la escucho más. Már megint te? Juan Miguelhez jöttem. Már felhívtam a kórházat is, és azt mondták, hogy nincs bent. Nem veszi fel a mobilját, úgyhogy gondoltam, biztos itthon van. Tűrtőztettem magam, mert Juan Miguel Marichuy barátnőjének hitt. De szerencsére ő is ráébredt, miféle némber vagy te. Ő maga tépte le a szemellenzőjét, és most tisztán látja, milyen vagy. Egy szavadat sem hiszi el, édes lányom. Úgyhogy semmi sem gátol meg, kidoblak mégpedig ezzel Onélia. A két kezemmel. Beszélj már. Ugye te vagy az Juan Miguel? Visszajöttél? Hogy visszajöttél? De miért? Azok után, amit velem tettél. No la escucho más.
Kisasszony, csak azért jöttem, mert önnek keringési zavara volt. Ne jelsz tovább, Juan Miguel. Tudom, hogy lökött vagyok, de nem ennyire. Nem hiszek neked. Igaz, hogy a hangod kissé megváltozott, de azért még megismerem. Ismétlem veled, de kisasszony. Nem tudom, hogy mit akar. Mondja, jól érzi magát? Én csak azt szeretném, hogyha... Nagyon kérem, nyugodjon meg, kérem. A szíve ugyanis még nagyon gyenge. Nem viseli el a nagy megpróbáltatásokat. Nem, mindegy, mindegy. Csak a szemedbe akartam mondani mindent, hogy tudd, miféle vagy te. Nagyon kérem, nyugodjon meg veled, de kisasszony. A családja nagyon aggódik magáért. Nem akarják, hogy baja essék. Szeretnék velük lenni. Anya meg apa hol van most? Velarde asszony izgatottan várként. Ő maga tájékoztatott a rohamról, ezért biztos tudni akarja, hogy mi történhetett. Beszélek vele, és felhívom az édesapját. Azonnal jövök. Hallja. Igen, kisasszony. Maga volt az egyik orvos, aki operált, ugye? Igen. Egyike voltam a négy orvosnak. A másik hármat azt hiszem régről ismeri. Most bocsássa meg. Ne erőszakoskodjon, engem nem dobhat ki innen. Juan Miguelhez jöttem ide, és nem megyek el, még nem beszéltem. Jaj, ne bolondozz már! Te is pontosan tudod, hogy a fivérem bent van a kórházban Maricsújjal. És azért mondták, hogy nincsen bent, mert mindenkit megkért, hogy tagadják le előtted. Juan Miguel nem akar beszélni veled, látni se akar. És ha nem tudnád, Maricsúj már magához tért. Képzeld csak el. Megúszta. Nem hiszem el, hogy igaz. A lányom él, jobban van, felébredt. Köszönöm. Köszönöm, Istenem. Patricio úr, foglaljon helyet, üljön csak. Jó. Patricio úr, van valami. Nem akarom, hogy Maricsúj megtudja, hogy én műtöttem meg. Nem, ezzel nem értek egyet. Nem szeretem a hazugságokat, és önnek sikerült az, amit senki nem mert megtenni. Megmentette őt. Igen, ennek tudatában vagyok. De nem kell tudnia, hogy én voltam. Mondják meg neki, hogy egy másik orvos volt, és nem fog gyanakodni. Nem, egyáltalán nem értek vele egyet, hogy más arassa le a babért, ami magát illetné. Egyáltalán nem értek egyet. Nem a babérokról van szó, Patricio úr. Ez egyáltalán nem fontos. Jelen pillanatban a legfontosabb az egészsége. Az egészsége és az élet. És ezt kockáztatjuk, ha engem maga mellett tud. Jó Istenem! Jól tudtam, hogy fel fogsz ébredni. A szívem mélyén végig éreztem. És egy anya szívét nem lehet soha becsapni. A szívem azt sugta, hogy sokáig velem leszel még. Köszönöm Istenem, köszönöm. Kislányom, szép lányom, nem tudod, milyen boldog vagyok. Anyuci, szeretnék kérdezni valamit, de szeretném, ha az igazat mondanád. Persze, életem. Kérdezd csak, mit akarsz tudni? Tudom, hogy te soha nem hazudtál nekem, mindig igazat mondtál, ugye? Jaj, hát persze, kislányom. Nos, akkor az a férfi, aki bent volt nálam, a negyedik orvos, aki megoperált, véletlenül, nem Juan Miguel. Mondd már, anyuci, ő volt az. Maricsújnak tudnia kell az igazat. Meg fogja érteni. Patricio úr, tudom, hogy mit beszélek. Jelen helyzetben végzetes lehet a megrázkódtatás. De hát a lányom szereti magát, Juan Miguel. Én már csak tudom, hányszor próbáltam sikertelenül lebeszélni őt. Most már sikerült elérni, amit akart, Patricio úr. Szó sincs róla. Én is tudom, mi a legjobb a lányomnak. Ugyan, Juan Miguel, menjünk be hozzá. Megígérem, hogy nem lesz semmi baj, vagy meglátja. Na, jöjjön már.
Ezt most komolyan mondom. Tényleg nagyon hasonlított a hangja. Ismétlem veled, de kisasszony. Nem tudom, mit akar. És tudom, hogy az az orvos műtött meg. De Juan Miguel pszichiáter és nem sebész. Persze, persze, lányom. Örülök, hogy magad is rájöttél. Ráadásul ő messzire elment. Mindörökre kilépett az életemből. Anya? Igen? Mondd csak, hogy hívják a negyedik orvost, aki operált? Jaj, átkozott vaknémber, elérte, amit akart. Megúszta, túlélte az átkozott. Ráadásul Juan Miguel megutált. Meggyűlölt, a csodába meggyűlölt. Ana Julia, nyugodj meg, kislány. Nyugodj meg, higgadj le. Gondold el, mihez kezdesz most. Először is Juan Miguelt kell megnyugtatni. És eközben... Kidolgozom az új tervet, hogy hódítom meg. Akár így, akár úgy, Juan Miguel az enyém lesz. Az enyém.